Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a kivetésnél megnézzük azt, hogy mi vár rád október hónapban. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást. A díjam 4000 forint, ha ezt kiegészítjük védikus asztrológiával, akkor a díjam 10000 forint, ahol kitérek arra, hogy mi vár rád a csillagok szerint október hónapra, és ehhez jön a kivetés. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy jelenti a lelki társadat. Egy vonalban vagytok, itt vagytok a közelben. Ez jelenti a bizalmat, a közelséget. Ez a férfi a szív fele tekint, és a szív összefűz benneteket, itt mély érzelmekről, szerelemről van szó. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt ezek a kártyák jelennek meg a gondolataidban. Itt a gólya jelenti a változásokat, vagy megváltozik a hozzáállásod, vagy változtatsz valamit a külsődön, vagy változik valami a környezetedben, különösen ami a házat illeti, hiszen a ház itt van a közelben. Ez jelenthet költözködést, jelentheti azt, hogy valamit megváltoztatsz az otthonodban, vagy lesznek változások a családban. Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, tisztázódnak bizonyos dolgok, megtisztul valami itt a környezetedben. Ami ezt a férfit illeti, ezek a kártyák jelennek meg az ő gondolataiban. Itt a hajó jelenti a reményt. Reménykedik abban, hogy veled együtt kialakul egy szép párkapcsolat. Itt van a szerelem. A hajó nem csak a reményt jelentheti, hanem utazásokat, hogy útban van hozzád, vagy szeretné azt, ha te látogatnád meg őt, vagy vannak külföldi kapcsolatok, vagy tervez veled egy utazást. Itt a ház lehet egy ingatlan külföldön, vagy a ház jelenti az otthonát, a családod. És a madarak utalnak a könnyűségre, a mozgásra, a vidámságra és a beszélgetésekre. És most megnézzük, hogy mi várható az egyes hetekben. Első hét, október hónapban itt felül látható. Itt a ravasz róka jelenthet negatív gondolatokat, például. Ó, ebből úgysem lesz semmi. A ravasz róka jelenthet negatív érzelmeket, félelmeket, bizonytalanságokat, féltékenységet. A ravasz róka utalhat egy hamis személyre is. És a hamisság mellett megjelenik a torony. Lehet, hogy emiatt fogva érzed magad. Vagy a torony jelenthet egy hivatalos dolgot, egy bírósági ügyet. Hogy ott vannak félreértések, ott van a hamisság a háttérben. Amit a képek még jelenthetnek, hogy ez a hamis személy, ez egy magas, vékony férfi vagy nő. Itt a képen egy hölgy látható, de mint mindig a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, lehet egy magas, vékony férfi is. De lesznek változások, mert itt van a ravasság alatt ez a kártya, ahol az egerek láthatóak, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Az egerek eltávolítják ezt a hamis szemét. Az egerek eltávolítják a korlátozásokat, vagy lezárul ez a hivatalos dolog. Itt lesznek változások, hiszen a gólyák is utalnak változásokra.
Ez a változás szerencsét hoz, mert a csillagok szerencsét hoznak. Itt van a virágcsokor, ami szintén szerencsét hoz. Itt vannak a jó kapcsolatok, a nyilvánosság, az elismerés, a jó hír, kellemes beszélgetések, vagy amit a virágcsokor még jelenthet, egy meghívó, vagy egy ajándék, vagy a szépség, esetleg egy kreatív tevékenység. Második hét, október hónapban itt látható. Itt a hegy jelenti az akadályokat. Lehet, hogy a hamis személy miatt voltak itt akadályok, de az egerek eltávolítják ezeket az akadályokat, és megvannak az álmaid, a vágyaid, az elképzeléseid, a nap megvilágítja, ezt láthatóvá teszi. Lesz egy szerencsés fordulat, közben van egy telefonhívásom, de rögtön itt vagyok. Tehát itt tartottunk a szerencsénél. Lesz egy szerencsés fordulat. Az álmaid, a vágyaid, azok elérhetőek. A nap, az hozza a sikereket. Lesznek szép baráti kapcsolatok. A kereszt utal a hitedre, vallásos témákra, vagy egy spirituális területre, de jelenti a döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba tisztázódnak bizonyos dolgok a családon belül is. Amit a hold még jelenthet, ez az anyukád vagy az anyai érzelmek, de jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket is. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Vannak nálad, ha te egy hölgy vagy, szép gondolatok, itt a remény vagy egy utazás. Itt a háttérben megjelenik egy hölgy, valószínű a munkahelyen, hiszen a horgony jelenti a munkát, a hivatást, a munkahelyet. A nő miatt valami itt átláthatatlan. Itt ez a nő eltitkol előled valamit, de tudatosan meg akar téged bántani, vagy kritizál téged, de nem tudod, hogy mi a szándéka, de nem bízhatsz benne. Emiatt benne vagy ebben a labirintusban, de mindez lezáródik, mutatja ez a kártya. Vagy te fogsz változtatni a hozzáállásodon, vagy lesz munkahelyi változás, az is lehet, hogy ez a nő fog felmondani, és itt van ahhoz a remény, hogy tisztázódjanak ezek a dolgok is a munkahelyen. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Itt a halak jelentik az anyagiakat, és itt esik az eső, tehát jönnek a halak, ami jelenti azt, hogy lesz nyeremény. Sőt, a medve is azt mutatja, hogy itt javul az anyagi helyzet. Mivel itt a közelben látható a hamis nő, lehet, hogy kíváncsi arra, hogy mennyit keresel, mennyi pénzed van, mi a bevétel, lehet az is, hogy irigy rád. De itt tisztázódnak a dolgok, biztos lehetsz ebben, ez lezárul, és itt a fa jelenti a biztonság érzetét, azt is, hogy itt rendeződnek a dolgok. Lesz mozgás, előre mennek az események, ami a munkát illeti, vagy ez a férfi közeledik hozzád. Itt ez a kártya, az azt jelenti, hogy lezárulnak bizonyos dolgok, különösen ami eddig zavart a munkahelyeden, vagy azt is jelentheti, hogy lesz egy olyan esemény, ami olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz rá. És ezzel a férfival áll összefüggésben. Lesz egy új kezdet, itt van a szeretet, a szerelem, és tervez egy utazást, közeledik hozzád. Persze a gyermek jelentheti a gyermekeket is.
ahol szerencse látható, ahol változások láthatóak, az a család, az otthon, az utazás és a szeretet, a szerelem. És ez volt a havi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!